karácsony. Két fél konyakot lehetne? Talán. Két fél konyakot legyen az szíves. Hát, azért ez mégiscsak más. Kellemes. Bár egy kicsit megijedtem az előbb, hogy olyan sokan voltak. Hát aztán valahogy úgy rendbe jött minden. Igen. Jó. Köszönöm szépen. Hát akkor talán. Köszönöm. Csak valahogy furcsán sikerült ez az egész dolog. Pedig úgy készültem, ugye erre a napra, ugye erre a találkozásra. Én nem értem valahogy ez velem mindig így van. Furcsán sikerülnek az ügyeim, a dolgaim. Emlékszem egyszer úgy két éve, két és fél éve, majdnem megnősültem. Összeismerkedtem egy nagyon kedves lányjal, és hát talán mondhatom, hogy neki is rokonszemves voltam. Több is volt, mint rokonszem. Már úgy volt, hogy házasság lesz a dologból, de hát a lánynak oda kellett volna költöznie. Nem akart, de nem akart szüleimhez költözni ebbe a lakásba. És hát én meg nem hagyhattam őket, mármint a szüleimet. Még se hagyhattam őket egyedül magukra. És így aztán vége lett ennek a ügynek, ennek az én házasságomnak, hogy így mondjam. Az én életemben is van egy ilyen befejezetlen rész, ami úgy abban maradt. Igen. Nekem is volt valaki, aki elég hosszú ismerettség után, talán a távolság miatt úgy megszakadt köztünk a kapcsolat. Ő más városba került dolgozni, és végig nem lett belőle semmi. Csak a távolság miatt? Főleg az játszott közre így kettőnk életébe. Utána kerültem fel Pestre. De itt Pesten is volt egy, mondhatom, egy állomás. És ami, milyen volt ez az állomás? Nem ami nagyon mégis szépen és romantikusan kezdődött, de hát a befejezés elég szomorú és elég tragikusan végződött. Tragikusan? Mondhatom azt, hogy a tragikusan. És mégis hát mi volt ebben? Hogyan lett ez mondjuk ennyire tragikus? Mondjuk nekem is volt az életemben egy olyan valaki, akit nagyon szerettem. A sors hozta úgy, mégse lehetett úgy, hogy mi szerettük volna, mert az illető meghalt. És azután továbbiakban úgy éreztem, hogy nem tud lekötni senki. Egyedül éltem az életemet, a munkámnak, a betegeimnek. De eleinte jól is éreztem magamat az emlékemmel és a munkámmal, teljesen lekötött. De most az utóbbi időben hát kezd üres lenni az életem, és érzem azt, hogy mégsem tartozom senkihez már a magánéletemben. Ha nem teljes az életem így. És lehet valamiképpen teljes. És talán mégse lehet az, hogy az ember mindig csak az emlékeire gondoljon. Nem. És a betegeivel foglalkozzon. Kell az, hogyha hazamegyek a munkából, akkor legyen, akivel megbeszéljem a nap eseményeit. Hát igen, talán itt kezdődne az, amit úgy mégis emberi életnek lehetne nevezni. Ugye, ha ketten úgy egy kicsit együtt vannak, és hát mégis el tudnak beszélgetni egymással. Én úgy érzem, hogy hát, talán nagy szó, de ez a legtöbb. Egyáltalán ez a legtöbb.